Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. És ezt megtekintjük most a kártyáknál. Itt ezen a képen ő saját maga látható. És ez a kártya utal az ő gondolataira, tehát minden úgy maga körül forog. Amit ez a kártya még jelent, hogy vannak elvárásai, hogy te figyelj oda rá, hogy tőled jöjjön egy hír, hogy közeledj hozzá, hogy észrevedd őt, hogy feltekints rá. És ha már tekintetekről van szó, a kártyán látható, hogy ő nincs mozgásban, de figyeli az eseményeket. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt ez a kulcs utal az ő érzelmeire. Megvan nála a magabiztonság, ez a magabiztos fellépés. Viszont ezzel a kulccsal be lehet zárni valamit, vagy le lehet zárni valamit, jelentheti a zárkózottságot is, vagy ezzel a kulccsal ki lehet nyitni valamit, ami utal a lehetőségekre, és jelenti a nyitottságot is. Ő kicsit bizonytalan, hogy viszonyulsz hozzá. Ő közeledik? Bezárod az ajtót? Vagy kinyílik előtte ez a kapu, és jelenti köztetek a lehetőségeket, mint például egy látogatást? Akkor is, ha kifele úgy mutatja, hogy mennyire magabiztos, de belülről azért vannak nála még bizonytalanságok, hiszen nem tudja, hogy viszonyulsz hozzá. A harmadik kérdés az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen látható az, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, ő útban van hozzád. Azt is jelentheti, hogy az élet utatok kereszteződik. Én úgy gondolom ennél a kivetésnél, hogy úgy tesz majd, mintha ez a találkozás véletlen lenne. De ő nagyon figyeli a dolgokat. Az is lehet, hogy figyelget téged, tudja azt, hogy hol vagy útban, és az élet utatok olyan véletlenül kereszteződik. Ez a kép jelent egy találkozást, de jelent döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, milyen változások lesznek. És ez lehet egy közös életút, valaminek a tervezése. Itt a képen látható középen még egy kártya, ami azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. A szív, ami összeköt benneteket, ez a szív melegsége, a szeretet, a szerelem, sőt, én még azt is mondanám, a bizalom. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel.